Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. A következő kísérlettel a szilárdtestek hőtágulását szemléltetjük. Köztudott tény, hogy a testek térfogata a hőmérséklet változásával változik. Szilárd testek esetében megkülönböztetjük a lineáris és térfogati hőtágulást. A lineáris hőtágulásról akkor beszélünk, hogyha a test hosszúsága a többi méretéhez képest jóval nagyobb, mint például egy hosszú, vékony rúd esetében, mint amilyen ebbe a készülékbe került behelyezésre. A kísérlet során az acélrúd alatti vájukba denaturált szeszt helyezünk, majd ezt meggyújtjuk, és a égés következtében felmelegedő rúd hosszúságának változását figyeljük. A hőmérséklet növekedésekor a testek térfogatának nőni kell, ezt fogja ez a kísérlet szemléltetni. A rúd hosszának változását a mutató kitérésre jelzi. Most már, ahogy elkezdett melegedni a rúd, a mutató kezd szépen lassan elmozdulni az eredeti helyzetéből, és ezzel mutatja, hogy a rúd hossza a melegítés hatására növekszik. Különböző anyagok esetében ez a térfogat, jelen esetben hosszúságváltozás eltérő, ez az anyagi minőségre jellemző érték, hogy az adott test a hőmérséklet változás hatására mennyivel növeli meg a méretét. Most az előbbi acélrúd helyett egy alumínium rudat rögzítettünk a készülékbe, és ugyanolyan módon fölmelegítjük, és azt figyeljük meg, hogy ugyanannyi ideig melegítve milyen különbséget figyelhetünk meg a két féle test hőtágulásában. Elkezdjük melegíteni az alumínium rudat, és az előzőhöz képest érzékelhetően hamarabb indul meg a mutató elmozdulása, és sokkal gyorsabban, nagyobb mértékben mozdul el a kiindulási pontról, ami azt jelzi, hogy az alumínium rúd térfogati, illetve lineáris hőtágulási együtthatója sokkal nagyobb, mint az acélé volt, hiszen ugyanannyi melegítés hatására sokkal nagyobb mértékben változtatja meg a hosszúságát. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!